Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban az Aeternum YouTube csatorna egy videóját fogom megmutatni, amelyben Hodász András beszélget Zeitler Ádám rabbi jelölttel a homoszexualitásról, hogy mennyire tekinthető bűnnek a homoszexualitás, és arról is, hogy mit akar valójában a szodómia kifejezés jelenteni. A homoszexualitás zsidó-keresztény aspektusait kutatják, valamint a vallásosság és a melegség egyidejű megélésének nehézségeit fogják bemutatni. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Mivel ez egy elég hosszú videó, nem is akarom húzni az időt, hanem vágjunk bele. Segítsünk egy kicsit a nézőknek. Kezdjük azzal, hogy ugye most egy eléggé érzékeny témáról beszélünk, homoszexualitás, Biblia, Tóra kapcsán, stb. Helyezzük is el. Ugye a nézőink általában inkább keresztények vagy katolikusok, nem biztos, hogy tudják vagy értik pontosan, hogyan működik mondjuk a zsidó vallásban az, ami mondjuk a katolikusoknál, ugye nálunk van egy központi tanítóhivatal, a Vatikán, a pápa, hogy ő azt mondja, hogy A, akkor A, ha azt mondja, hogy B, akkor B. Nálatok ez hogyan van, hogyan alakul? Ugye először csak általánosságban a zsidó tanítás. Rendben, amiről szó lesz, az most mindenki meg fogja érteni, hogy hogyan is működik a zsidó vallás, és rájöhet az, aki figyel, hogy ennek semmi köze nincs a Tórához. Ők nem úgy döntik el az ügyeket, hogy nyissuk ki a Bibliát, mi az, ami a Tórában le van írva. Ezt el fogja ő magyarázni mindjárt. Amikor az embernek eszébe jutnak zsidósággal kapcsolatban, akár viccek is, vagy bármi, hogy általában az a csatornója nagy részének, hogy kicsit ilyen egyik oldal, másik oldal, neked is igazad van, fiam, neked is igazad van, fiam, tehát van egy ilyen attitűd, ami amúgy jogos. Tehát a zsidóság nem egy ilyen szempontból nem egységes, és nem klasszikus értelemben véve dogmatikus, és nincsen egy egyházi hierarchia. Ezért alapvetően bizonyos közösségek a saját vezetőjükkel különböző jogi döntéseket hoznak egy bizonyos keretrendszeren belül. Tehát ami nagyon érdekes a zsidóságban, hogy van egy ilyen egészen szabad közösségi döntéshozatal a saját rabbiddal, vannak játékszabályok azért. Csak az érvényes általánosságban? Annak a közösségnek érvényes, ezért vannak denominációk és irányzatok. Ugyanúgy, ahogy a kereszténységben, a katolikus vallásban, ezek szerint a zsidó vallásban is vannak különböző felekezetek, és a felekezetek gyakorolnak bizonyos mértékű autonómiát az ügyben, hogy milyen döntéseket hoznak, és a felekezet tagjaira aztán érvényesek azok a döntések. Nyilván a rabbi vagy a főrabbi az, aki vezeti ezt az egész folyamatot, és aztán az a tanács, aki ki van jelölve abban az adott közösségben. A zsidóságon belül. Csak hogy értsd, azért vannak alapjátékszabályok, tehát általában az egyisten hiten kívül nem szoktunk döntéseket hozni. Vannak azért ilyen alap, egészen hogy szigorúan betartott szabályok. Nem lehet dönteni, hogy mégsem is az nem láttam még, el tudom képzelni, hogy lesz. Amúgy azt hiszem, a rekonstrukcionista mozgalomban van olyan, akik már az Istenben nem annyira vagy nem úgy hisznek. Tehát hogy vannak ilyen amerikai szélsőséges mozgalmak is. De alapvetően azt gondolom, hogy egy nagyon heterogén rendszer, és ezért az ember a zsidóságát alapvetően ki tudja élni, csak más-más közösségben, inkább az értékrendjétől függ, hogy melyikhez érzi magát közelebb. Tehát nem egy egységes vallásról van szó. Én azt hiszem, hogy a keresztények, meg úgy általában az emberek fejében az a hit él, hogy a zsidók, vannak a zsidók, ők a Tórában hisznek, mi keresztények meg szabadok vagyunk, mi kegyelem alatt vagyunk. Aztán azt csinálunk, amit akarunk, nagyjából ránk nem vonatkozik semmi. De ez nem így van. A zsidóság nem egy egységes vallás, és általában semmi köze nincs a Tórához, sokkal inkább alternatív írásokhoz, mint a Talmud vagy a Misna. Intézményesen azt jelenti, hogy akkor abban a közösségben az úgy igaz, és a másik egy szubjektíven, tehát az emberre nézve, hogy mondjuk zsidóként tartozok egy közösséghez, és mondjuk azon gondolkodom, hogy mi a kedves az Isten előtt, mert most ilyenekről fogok beszélgetni, és nekem a közösségem meg a rabbim közösen hozunk egy ilyen döntést, hogy mondjuk én mondjuk melegként megházasodhatok, akkor ez nekem az egyéni életemben is ez egy valid dolog, és akkor én majd megállok az Isten előtt, hogy nem is tudom, hogy a mindenható előtt, hogy hogyan mondhatom, és akkor hivatkozhatok majd erre azon a napon, hogy hát mi így döntöttünk, akkor ez így van. Úgyis nem is tudom, hogy mire gondol most, vagy egyáltalán mennyire el van rugaszkodva a valóságtól ez az ember, hogy azt hiszi, hogy valaki így dönt, valaki úgy dönt, és akkor az egyik emberre ez a szabály vonatkozik majd a végén, a másikra pedig az. Nem vicces, én tudom, de mégis valahogy komikusnak találom. De félreértés ne essék, én nem utálom, nem akarok neki semmi bajt, nem is haragszom rá, valójában nem is érdekel, hogy mi az, amit csinál, sajnálom, hogy ezt az életformát választotta, viszont nagyszerű alkalom ez a videó arra, hogy mindenki lássa saját magát ebben a karakterben, hogy hogyan próbálja meg igazolni a bűnöket, amiket elkövet, és próbál magának tettestársakat keresni, hogy ki az, aki elfogadja vagy jóvá hagyja azt, amit éppen csinál.
ez az, amit ő is most itt végrehajt, vagy legalábbis szeretne, nem csak azzal, hogy itt beszélget, hanem azzal, hogy ugye kilépett a katolikus egyházból, és aztán azt mondja, hogy ő továbbra is keresztény, Isten hívő, csak éppen homoszexuális életformát folytat. Most, hogy milyen módon, azt nem tudom. De ilyen a mesébe sincs, hogy valaki itt ez a szabály van, ott az a szabály van, és akkor valaki így csinálja, valaki úgy csinálja. Különösen akkor nem, amikor ilyen kardinális bűnökről van szó, mint a homoszexualitás. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!